Városunkban a 18.315 szavazásra jogosultnak több mint a fele, vagyis 9.948 makói állampolgár voksort érvényesen a vasárnapi polgármesteri választáson. A szavazatok 58,28%-át, vagyis 5.499x-et Farkas Éva Erzsébet szerzett meg. A lokálpatrióták jelöltje Zeitler Ádám 21,80%-kal a második helyen végzett. A DK-s Mucsi Tamás mindösszesen a szavazatok 14,50%-át tudhatja magáénak, míg a Mi Hazánk jelöltje Modok Csaba 8,42%-os eredményt érte el. A polgármester választást értékelő mai sajtótájékoztatóján elsőként megköszönte a támogatást azoknak a makóiaknak, akik a fejlődés és a béke mellett tették le voksukat, valamint a kormánynak és Lázár Jánosnak. Ezt követően elmondta, hogy hálás a választási iroda munkatársainak, a képviselőknek, a jelölteknek és az aktivistáknak, akik a kampányban nagy szerepet vállaltak. Majd úgy folytatta, a köszönet után a munka következik. Fontos, hogy minden makóit szeretnénk képviselni a képviselőtestületben, azokat is, akik a tegnapi napon a június 9-i választásokon ránk szavaztak, és természetesen azokat is, akik nem szavaztak ránk, vagy esetlegesen nem vettek részt a választásokon. Számunkra minden makói fontos. Természetesen a holnapi naptól folytatjuk a munkát, és azon fejlesztéseket, közösségi programokat, támogatási rendszereket, amelyeket megfogalmaztunk és meg szeretnénk valósítani, folytatjuk. A szolgálatra készen állunk. A Fidesz-KDNP 8 választókerületben indított képviselőjelöltjek közül 7-en magabiztosan hozták a győzelmet. Mindenki 50% feletti eredménnyel zárta a napot. A 8-as számú egyéni választókerületben a lokálpatrióták színeiben Gáspár Sándor 45,11%-kal lett befutó. A polgármester megerősítette, hogy képviselőtársai rátermettek, jól felkészültek és közös erővel, valamint ezzel a kétharmados felhatalmazással azon lesznek, hogy a makói polgárok igényeit kiszolgálják. A Fidesz-KDNP helyi elnöke is sikerről beszélt a sajtótájékoztatón. 2014 óta ez volt az a választás, amikor a legtöbben vettek részt Makó városában önkormányzati választáson, hiszen 2014-ben és 2019-ben sem mentek el ilyen sokan választani, mint a tegnapi napon. Ezért is ez egy különleges felhatalmazás, hiszen számunkra az a legfontosabb, hogy minél többen vegyenek részt a szavazásokon, annál nagyobb a felhatalmazás értelemszerűen az elkövetkezendő 5 esztendőre. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a Fidesz-KDNP jelöltjeire adta voksát. Köszönjük a támogatást, igyekszünk vele élni, ugyanúgy, ahogy tettük ezt az elmúlt 10 esztendőben. Cirbus Gábor úgy folytatta. Nagy fegyvertény, hogy a 19 tagú Csongrád-Csanád vármegyei közgyűlésben a kormánypárt 10 mandátumot tudott szerezni, valamint hozzátette, ahogyan eddig is továbbra is jó kapcsolatra törekszenek majd. Végezetül az európai parlamenti választásokkal kapcsolatban megjegyezte, hogy az is nagy siker, hogy a Fidesz-KDNP listája Makón 3%-kal magasabb eredményt ért el, mint a kormánypárt országosan.